Több százan tüntettek Minszk belvárosában, miután csalásvágyával csütörtökön őrizetbe vették Viktor Babarika, fehér orosz elnökjelölt aspiránst, Alekszandr Lukasenka lehetséges augusztusi kihívóját. Az ellenzéki politikus, volt bankár nemrég azt nyilatkozta, az elnök bűnügyi vádakkal akarja majd ellehetetleníteni őt. Az Európai Parlament elnöke sem ment el szó nélkül a belorusz események mellett a keleti partnerség videokonferencián. Az alapvető emberi jogok és szabadság tiszteletben tartása elemi követelmény. A fehér orosz hatóságoknak értelmes és kiegyensúlyozott politikai verseny feltételeit kell biztosítaniuk az augusztus 9-i elnökválasztásra. Az önkényesen őrizetbe vett aktivistákat azonnal szabadon kell engedni, a jogállamiságot tiszteletben kell tartani, a fehér orosz nép demokratikus választást akar, fogalmazott Ursula von der Leyen. A keleti partnerség videokonferencia résztvevői, a két uniós csúcsvezető, valamint az örmény, az azeri, a belorusz, a grúz, a moldáv és az ukrán képviselő megkezdte a jövő tavaszi brüsszeli csúcstalálkozó előkészítését is.